Ingyenes szolgáltatás, minősített szakemberek segítik ezentúl a mezőgazdasági pályázat írást az agrárgazdasági kamaratagoknak. Egyre több a cukorbeteg. A becslések szerint több mint 700 ezer cukorbeteg él Magyarországon. Ráadásul sokan nem is tudják, hogy érintettek, mert nem járnak szűrésekre. Húsvéti készülődés. Beregdarúcon igyekeznek tartani a hagyományokat. Az idősebb korosztály arra törekszik, hogy átadja a fiataloknak a régi szokásokat. Minősített szakemberek segítik ezentúl a mezőgazdasági pályázat írást az agrárgazdasági kamaratagoknak. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Ez országos szinten összesen 400 ezer embert érint. A szervezet ingyenes szolgáltatásával specifikusan segít a termelőknek a megfelelő pályázatírók felkérésében. Országos viszonylatban Szabolcs-Szatmár Bereg megyében a legnagyobb az agrárgazdasági kamara létszáma, ennek is köszönhető, hogy összesen 18 ezer hektáron termesztenek zöldséget és gyümölcsöt, 51 ezer hektáron napraforgót és 95 ezer hektáron kalászosokat. A vidékfejlesztési program különböző pályázatait évről évre sok termelő próbálja kihasználni. Ez a terület Szabolcs-Szatmár Bereg megyeiben aktív, mindenhol igyekszik, ahol pénzszerzési lehetőség van, ugyanis eléggé pénztelen vidék ez a Szabolcs-Szatmár Bereg megye. A kamarák ezentúl a pályázatírók megtalálásában is segítenek a termelők számára, ez a szolgáltatás ingyenes a kamarai tagoknak. Szabolcs megyében körülbelül 10 vállalják ezt a tevékenységet, a kamara azért is vezette be ezt a tanácsadói hálózatot, mert a tapasztalatok azt mutatják, a termelők nem maguk írják a pályázatokat, így pedig hatékonyabbá válhat a közös munka. Az agrárgazdasági kamara már az év elején, és a tavalyi év végén elkezdte szervezni, hogy a gazdák szolgálatába állhasson egy olyan segítsége, hogyha valaki pályázatírás vagy szaktanácsadói szerződést akar kötni, egy bizonyos névjegyzékben szereplő szaktanácsadókhoz küldi el a hozzá legközelebbi, mondjuk Szabolcs megyében a szabolcsi listán szereplőköz, és még annyi segítséget is tudunk tenni, hogy specifikusan mondjuk a állattartással kapcsolatos, vagy kertészettel, vagy szántóföldivel, akkor így is tudjuk esetleg megkülönböztetni a pályázatírókat, és olyan helyre próbáljuk ürni, ahol valóban egy sikeres pályázatot fognak készíteni. Az Agrárgazdasági Kamara névjegyzékébe önkéntesen jelentkezhetnek a pályázatírók, számukra továbbképzéseket szerveznek és bizonyítványt is kapnak, így kizárólag minősített szakemberekkel együtt dolgozhatnak a kamarai tagok. A becslések szerint több mint 700 ezer cukorbeteg él Magyarországon, tájékoztatta televíziónkat a Nyíregyházi Kórház 4-es belgyógyászatának főorvosa. Gán Zsolt kiemelte, egyre több a fiatal a betegek között, ráadásul sokan nem is tudják, hogy érintettek, mert nem járnak szűrésekre, és nincsenek tüneteik. A diabétesz kezelés nélkül veszélyes lehet, hiszen infarktust és vakságot is okozhat. Magas vérnyomás, túlsúly vagy 40 év feletti életkor. Ezek is kockázati tényezők a cukorbetegség kialakulásában, tájékoztatott a 4-es belgyógyászat főorvosa. Gál Zsolt szerint sokan nem is tudják, hogy cukorbetegek. Becslések szerint a lakosság 7,5%-a cukorbeteg ma Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy több mint 700 ezer ember érintett közvetlenül benne. És hát van még 1-200 ezer ember, aki nem cukorbeteg, de kórosak az értékei, de még nem éri el a cukorbetegség kórismélyének a határát. A cukorbetegségre általában jellemző, hogy a leggyakoribb úgynevezett kettes típusú cukorbetegség sokáig tüneteket nem okoz, ezért bizony ebben a nagy számban sok olyan ember is van, aki nem is tud arról, hogy ő cukorbeteg. A diagnosztizált diabéteszesek ma már szinte csak konzultáció miatt járnak orvoshoz, hiszen kezelésük otthon zajlik. Maguknak adják be az inzulint, és maguk választják ki a számukra megfelelő ételeket is. Az orvosnál alapvizsgálatok után kiskönyvüket, vércukorszintes feljegyzéseiket is ellenőrzik. A szakorvosok szerint a legfontosabb az érintettek oktatása, hogy mindent tudjanak betegségükről, lehetőségeikről. Az oktatás és az életmódterápia, ez az alap. Hogyha ez az alap megvan, csak akkor helyezhetők rá a gyógyszeres elvek, a gyógyszerek,
Ma Magyarországon szerencsére gyakorlatilag a legfontosabb, legmodernebb cukorbetegség ellen ható gyógyszerek elérhetők, és még nagyon fontos, hogy elérhetők nagyon jó minőségű vércukormérő készülékek is, amelyek a kezeléshez, a gondozáshoz feltétlenül szükségesek. A cukorszint mérése igen egyszerű is lehet. Tűszúrás után egy csepp vért visznek fel a teszt csíkra, és a mérőkészülék pár másodperc múlva már mutatja a vércukorszintet. De lehet komolyabb vizsgálat is, például vérvételes. A diabétesz nem gyógyítható, az egy folyamatosan romló betegség, sebessége viszont kezelésének minőségén múlik. Ha valaki megfelelően étkezik és jó kezelést kap, hosszú életet is élhet. Beregdarúcon húsvét alkalmával is igyekeznek tartani a hagyományokat. Az idősebb korosztály arra törekszik, hogy átadja a fiataloknak a régi szokásokat. A határmenti településen idén is festett hímes tojással, húsvéti ételekkel, beregdarúci vászonvirággal várják a locsolókat. A tojásra ilyen kis zöld ágakot tettünk, harisnyával körbekötöttük, és most ezt beletesszük egy hagymahajas festékbe. Abban megfelül, és ha megfelült, akkor leveszük róla a levelet, és gyönyörűen megmarad a levélnek a mintája rajta. Így készülnek Beregdarócon a húsvéti hímes tojások, hagyományosan hagymalében, és a napjainkban ismertebb módszerrel, festékkel színezve is. Készülünk most a hagyományos húsvétunkra, ami ugye a kereszténységnek egy nagy ünnepe. Itt a településeken, itt lenn a falusi településeken, ugye kicsit azért még megmaradt valami. Tehát ugyan már a locsolódás az egy kicsit távol van, tehát már a gyerekek járnak csak magukra locsolni, de ugye az étkezőkkel, a húsvéti kalácsokkal ezzel mind készülünk. És akkor így van a tájházunkon egy kemence, akkor ilyen tájt, akkor kőtkalácsot sütünk, sárgatulót sütnek, főznek a hölgyeink, tojásfestés azért, még a tojásfestés azért mindig megy. Igaz, hogy nem mindig a hagyományokra alapul, de az igyekszünk a hagyományokat megtartani, és akkor így felkészülünk méltóan a húsvét ünnepekre. Nem hiányozhatnak az asztalról az ünnepre jellemző ételek, sonka, kolbász, sárgatúró és hagyományos húsvéti kalácsok is készülnek. Aki Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe felnőtt, mindenkinek megvan a saját élménye, és ezek sajnos egy kicsit kikopóba vannak, ezért is szeretnénk láttatni ezeket, nem csak település szinten, hanem úgy gondolom, hogy azért megyei szinten is ennek mindenképpen hangot kell adni, bár nem lehet kifejezetten megyei értékről beszélni, mert ugye hát azért ez az egész országban, illetve a határokon túl is elterjedt, és mindenhol megvannak a maga kis válfajai a húsvétolásnak, de mégis azt szeretnénk, hogyha ez visszatérne a hétköznapokba, és hogyha nem is a régi hagyományos módon, de azért mindenki egy picit belekóstolhatna abba, hogy milyen hangulata is volt a régi húsvétoknak, és bízunk benne, hogy ez majd azért az emberekbe felkelti az érdeklődést, és talán a otthonokba, a konyhákba visszatérnek majd ezek a régen elfeledett emlékek, szokások és ételek. Beregdarócon a megyei értéktárba is bekerült különleges vászonvirágok is a húsvéti asztalt díszítik. Április 1-től új igazgatója van a József András Múzeumnak. Rémies Tibor a Kölcsei Televíziónak adott interjújában elmondta, a múzeum több országos érdeklődésre is számot tartó kiállítást szeretne megrendezni. A témáról hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a folytatásban. Rangadót nyerte a Mátészalkai női kézilabda csapat. Az NB2 északkeleti csoportjának listavezetője 32-31-re verte a harmadik Füzesabonyt. Vakarcs Krisztina együttese szombaton a második helyen álló Hajdúböszörményt fogadja, és győzelme esetén megszerzi a bajnoki címet. Ismét a tatai edzőtáborban készül Hellebrandt Máté. A nyíregyházi gyalogló, aki idén sérülések miatt még nem versenyzett, legközelebb április végén a Békés Csabai országos bajnokságon áll rajthoz. Az olimpikon atléta célja az, hogy az augusztusi világbajnokságig megfelelő formába lendüljön. Április 1-től új igazgatója van a József András Múzeumnak. Rémies Tibor a Kölcsei Televíziónak adott interjújában elmondta, a múzeum több országos érdeklődésre is számot tartó kiállítást szeretne megrendezni. A távlati tervek között egy nagyobb régészeti pályázat megvalósítása és nemzetközi tudományos konferenciák szervezése egyaránt szerepel.
Kelet-Magyarország legrégibb közművelődési és tudományos intézményét 1868. december 1-én alapították. Az önkormányzathoz tartozó Nyíregyházi Múzeum szervezet jelenleg 3 egységből áll. A Benczúr téri múzeumból, a Sóstói Múzeum faluból és a Kállai gyűjteményből. A múzeumot eddig Bene János vezette, akit most a csaknem 3 évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkező Rémiás Tibor váltott az igazgatói székben. Az én pályázatom arról szól, hogy egy múzeumbarát, egy nyitott múzeumot szeretnénk csinálni. Tele érdekesebbnél érdekesebb attrakciókkal, ezek nagy volumenű kiállításokra gondolok. Ezek az attrakciók természetesen interaktívak lesznek, ugyanúgy a gyerekek, mint a felnőttek számára is vonzó kiállítások. Természetesen a kiállítások azok mindenféle múzeumpedagógiai foglalkozásokkal is el lesznek látva, és hát én nagyon remélem azt, hogy ezt elsősorban a nyíregyháziak szívesen fogadják, de a megyébeliek, és hát én szeretném, hogy ezeknek országos hírük is legyen ezeknek a kiállításoknak. Rémiás Tibor elmondta, a múzeum meg szeretné ünnepelni a Nyíregyházán született, vagy az ide köthető híres emberek, például Kródi Gyulához vagy Kállai Miklóshoz kapcsolódó évfordulókat. Az intézmény emellett az Európai Uniós pályázatokban rejlő lehetőségeket is kihasználná, a brüsszeli támogatás segítségével számos rendezvényt szerveznének. Nem tudunk más csinálni, pályázni. Ezt tudom mondani, nekünk életfontosságú a pályázat, ugye? Mindenféle hazai és uniós pályázatot is szeretnénk megragadni, ami a mi boldogulásunkat segíti. Amit már most látunk, az egy nagy régészeti nemzetközi pályázat. Ez Kassa, Nyíregyháza és egy dunántúli múzeumnak a kapcsolatát jelenteni. Úgyhogy közösen egymásnak megküldjük majd ezt a gyönyörű szép kiállítást, meg fejlesztést, amit akarunk helyben a múzeumban is, és Kassán is, és a dunántúli múzeumban is, úgyhogy erre feltétlenül számítunk, hogy ez megvalósul. De természetesen, tehát kiadványokban, tudományos konferenciákban is gondolkodunk. A József András Múzeum jövőre ünnepli megalapításának 150. évfordulóját. 2018-ban megemlékeznek majd arról is, hogy az intézmény 100 évvel ezelőtt, 1918-ban vette fel József András nevét, aki korának leghíresebb orvosa, antropológusa volt. Futóversenyt rendez április 22-én a Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság Tiszabercelen. A jelentkezők 4 távon indulhatnak, a helyszín pedig a Tisza töltése lesz. A versenyzők a futóverseny után idegenvezetéssel megtekinthetik a több mint 120 éves tiszaberceli műemlék szivattyú telepet is. 3, 2, 1. Tavaly több mint 300-an vettek részt a gátfutáson Tiszabercelen. A legfiatalabb futó 3 éves, a legidősebb pedig 70 éves volt. De szép számmal voltak a megyén kívülről jelentkezők is, a legmesszebbről, Budapestről érkeztek. A vízügyi igazgatóság már 3. alkalommal szervezi meg a gátfutó versenyt a tiszaberceli műemlék szivattyú telepnél. 3 felnőtt távon indítjuk a versenyt, és az 500 méteres gyerektávon. Örömünkre szolgál, hogy most is egy sportszer forgalmazó áruház a főtámogatónk, szép ajándékokkal, és igazgatóságunk pedig kapcsolódó programként ajándékozza a résztvevő futógyerekeknek egy tiszai rövid hajókirándulást, valamint minden versenyző és látogató megnézheti a műemlék szivattyú telepet idegenvezetővel. A versenyen az idén 100 éves Magyar Hidrológiai Társaság tiszteletére egy ebből az alkalomból készített filmet is megtekinthetnek a látogatók. Csorbák Erika hozzátette, a vízügyi igazgatóság számára nagyon fontosak az ilyen jellegű rendezvények, hiszen ezzel hívják fel a figyelmet a vízügyi ágazatra, illetve az abban dolgozók munkájára. Ezt szolgálják a vízvilágnapi rendezvényeink, előadóülések, osztályfőnöki órák, a rajzpályázat, amit az idén is meghirdettünk, júniusban tervezzük a díjátadást. Minden lehetőséget megragadunk arra, hogy ismertebbé váljunk és vonzóbbá. És nem beszélve arról, hogy felhívjuk a figyelmet ezeken a programokon a vízvédelmére, a víz megóvására, a vízzel való takarékos gazdálkodásra, használatra,
és szeretnénk megmutatni magunkat, hogy bennünket ne csak a vízkár elhárítással, az árvízvédekezéssel, belvízvédekezéssel azonosítsanak, hanem ismerjék meg a futók, a kísérők, a látogatók a vízügyi igazgatóság dolgozóinak szerteágazó tevékenységét. A megmérettetésre a futóverseny kukacfetivizik.hu-n elektronikusan, illetve a helyszínen is lehet nevezni. Ebben az évben a verseny nevezési díjhoz kötött, ez a gyerekeknek 500, a felnőtteknek 1000 forint lesz. Rangadót nyerte a Máté Szalkai női kézilabda csapat. Az NB2 északkeleti csoportjának listavezetője 32-31-re verte a harmadik füzesabonyt. Bakarcs Krisztina együttese szombaton a második helyen álló Hajdúböszörményt fogadja, és győzelme esetén megszerzi a bajnoki címet. Az utolsó előtti lépést a füzesabony ellen tehette meg a bajnoki cím felé vezető úton az MMTK. A mérkőzésen szinte végig fejfej mellett haladt a két csapat, az első félidő 15-14-es hazai vezetéssel zárult. A második játék részben átvette a vezetést a vendégcsapat, 3 gólos előnyüknél úgy tűnt, hogy visszavágnak a Máté Szalkának az ősszel elszenvedett hazai vereségért. Vakarcs Krisztina együttese azonban újítani tudott, és izgalmas hajrát követően 32-31-re megnyerte a találkozót. Nagyon örülünk elsősorban, nagyon nehéz volt. Azt gondolom, hogy a védekezésünk egy picit felpuhult, nem értünk vissza a lerohanásoknál, de azt gondolom, hogy mindent megtettünk a győzelem érdekében. A vendégek edzője érthetően sajnálta, hogy elszalasztották a pontszerzést a bajnok esélyes otthonában. Szeretnék gratulálni a Máté Szalkának az első helyezésért, mert ugye tudjuk, hogy ezzel már minden bizonnyal elsők lettek. Azt gondolom, hogy végig kézben tudtuk tartani a mérkőzést. Nagyon készültünk erre a meccsre, nagyon-nagyon nyerni akarunk, aztán, hogy nagyon nyerni akarunk, tunk, azt gondolom, hogy ezzel nem árulok el titkot. Azt gondoltam, hogy ha más nem, akkor mi meg tudjuk fogni a Máté Szalkát, de sajnos nem jött össze. Itt Máté Szalkán hazai környezet, hazai szurkolók előtt nagyon-nagyon nehéz nyerni. A mérkőzésen 4 gólig jutó Móri Katalin szerint a szurkolók támogatása is kellett ahhoz, hogy a kiélezett végjátékban megszerezzék a győzelmet. Nagyon küzdelmes meccs volt, erre is számítottunk, hiszen ugye a bajnoki első helyezés függött ettől a mérkőzéstől. Nagyon jól felkészült csapattal álltunk szembe, erre is számítottunk. Én úgy gondolom, hogy nem ez volt a legjobb mérkőzésünk, és nem ez volt a legjobb meccsünk ebben a szezonban, de mindenki igyekezett oda tenni magát, és én úgy gondolom, hogy ez sikerült is, annak ellenére, hogy nem mondanám, hogy olyan fair volt ez a játékvezetés oda-vissza, tehát én úgy gondolom, hogy két ilyen jól felkészült csapathoz, jól felkészült bírók is kellenének. Ez sajnos a mai nap elmaradt, de köszönjük szépen mind az ellenfélnek, mind a játékvezetőknek, és elsősorban a szurkolóknak, hogy hozzásegítettek minket ehhez a győzelemhez is, ugyanúgy, ahogy elkísérnek minket a szezonban minden egyes mérkőzésre. A tabella élén a Máté Szalka áll 34 ponttal, megelőzve a 29 pontos Hajdúböszörményt és a 26 pontos füzesabonyt. Az MMTK szombaton 16 órai kezdettel a Hajdúböszörményt fogadja, és győzelme esetén matematikailag is bebiztosítja a bajnoki címet Vakarcs Krisztina együttese. Ismét a tatai edzőtáborban készül Helebrant Máté. A nyíregyházi gyalogló, aki idén sérülések miatt még nem versenyzett, legközelebb április végén a Békéscsabai országos bajnokságon áll rajthoz. Az olimpikon atléta célja az, hogy az augusztusi világbajnokságig megfelelő formában lendüljön. Eddig nem alakult jól az idei esztendő Helebrant Máté számára. A kétszeres olimpikon gyalogló felkészülés és sérülések hátráltatják, ebben az évben még nem tudott folyamatos munkát végezni Pokrovenszky József tanítványa. A nyíregyházi atléta márciusban Tatán edzőtáborozott 3 héten keresztül, majd hazai környezetben készült, aztán 3 hétre ismét a Dunántúlra tette át a székhelyét. Sajnos az eddig éveimet is sérülések hátráltatták. Ezt az évet viszont főként már nem is tudom, hogy hanyadik sérülésre járok szeptember óta. Kezdődött egy térsérüléssel, utána jött egy 4 hetes Achilles sérülés, utána volt egy-két betegség, és ezen a héten meg egy ilyen mellkasi szúrófájdalom nehezíti az edzéseimet. Az előző 3 hetes tatai edzőtábor az nagyon jól sikerült, ott szerencsére problémamenteset tudtunk edzeni. Ez a hét sajnos egy ilyen kicsit ilyen
nehezebb hét, mivel pár edzést ki kellett hagyni. Mivel a versenyek kimaradtak, a monoton edzések is nehezebben mennek, ráadásul a gyalogló azt sem tudja lemérni, hogy milyen formában van. Az utolsó versenyem a szeptember közepén volt Székesfehérváron, és ilyenkor már túl vagyunk két versenyen is, egy fedett pályás országos bajnokságon, illetve a Durincei 50 km-es bajnokságon. Sajnos idén ez a sérülések miatt mind a kettő kimaradt, és így csak az április 30-ai Békés Csabai országos bajnokságon fogok elindulni, ami hát nem lesz olyan jó, mert így kezdem a szezont, hogy rögtön egy országos bajnokság, egy fontos verseny, úgyhogy előtte több mint fél évi nem versenyzek. Hát nehéz lesz, de meg kell küzdeni ezzel is. A kimaradt kilométerek, amik nem kevesek, több mint 5-600 kilométerről van szó, azért fog érződni a verseny közben, főleg a verseny vége fele, akkor fog kijönni az állóképesség hiánya, de remélem, hogy a több éves rutinom ezt valamelyes majd kárpótolni fogja. Máté számára az év főversenye az augusztusi világbajnokság lesz, amelyre a 20 és az 50 kilométeres távon is megvan a szintideje a gyaloglónak, aki felkészültségétől függően dönt majd arról, hogy melyik távon áll rajthoz Londonban. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. Minősített szakemberek segítik ezentúl a mezőgazdasági pályázat írást az agrárgazdasági kamara tagoknak. Ez országos szinten összesen 400 ezer embert érint. A szervezet ingyenes szolgáltatásával specifikusan segít a termelőknek a megfelelő pályázatírók felkérésében. A becslések szerint több mint 700 ezer cukorbeteg él Magyarországon, tájékoztatta televíziónkat a Nyíregyházi Kórház 4-es belgyógyászatának főorvosa. Gál Zsolt kiemelte, egyre több a fiatal a betegek között, ráadásul sokan nem is tudják, hogy érintettek, mert nem járnak szűrésekre és nincsenek tüneteik. Berekdarócon húsvét alkalmával is igyekeznek tartani a hagyományokat. Az idősebb korosztály arra törekszik, hogy átadja a fiataloknak a régi szokásokat. A határmenti településen idén is festett hímes tojással, húsvéti ételekkel, berekdaróci vászonvirággal várják a locsolókat. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták április 14-én pénteken. A hétvégén heti hírösszefoglalónkkal, a krónikával jelentkezünk, húsvét hétfőn pedig friss hírekkel várjuk majd Önöket. Én munkatársaim nevében is kellemes ünnepeket kívánok, viszontlátásra!